Jó napot kívánok, ez a Kritika. Művekről, művészeti trendekről beszélgetünk közérthetően és kritikusan. Célunk, hogy ne csak elutasítsuk vagy elfogadjuk, hanem meg is értsük azt, ami kortárs. Essentia Artis, 160 kortárs magyar alkotó művészeti kavalkádja a Pesti Vigadóban. De megfér-e egymás mellett a 3D technikával nyomtatott ős maradvány, a népművészet és az abstrakció? Erről is szó lesz mindjárt. Előtte azonban a tavaszi jazz ünnep Budapesten. Jazz lepi el a köztereket, klubokat, koncerttermeket. Ezzel kezdünk. A Jazzfest Budapest az idén is élvonalbeli jazzzenészeket hívott meg, hogy elvarázsolják a műfaj kedvelőit. Május 16-áig közel 90 koncerten 20 ország több mint 200 művésze 18 helyszínen lép fel. Két évvel ezelőtt a fesztivál alapításakor az volt a cél, hogy összefogásra ösztönözzék a szakmát, a szervezőket, a koncerthelyszíneket és a zenészeket. A tavaszi jazz ünnephez kapcsolódva a Jazz Világnapján április 30-án elindult a közmédia legújabb online hallgatható jazz rádiója is. A rádiót a magyar jazz egyik legnagyobb alakjáról, Szakcsillakatos Béláról nevezték el. A zenei felhozatal a legkiválóbb hazai és külföldi jazzzenékből áll össze, nagyobb hangsúllyal a hazai művekből. A jazz számok mellett élő és archív koncert közvetítések is hallgathatóak a Szakcsi Rádióban. A jazz egy életérzés, ahol nem kell tökéletesnek lennem. Egy felemelő kaland. A jazz a szabadság, életigenlés. Az önkifejezés varázslatos világa. Bármilyen zenét is játszok, bármilyen zenekarban is járok. Mindig ebből táplálkozom. A rögtönzés különleges ereje. Pont csak annyi szabály van ebben a műfajban, ami elősegíti azt, hogy egybe tartsa a zenészeket, de szinte követelmény, hogy mindig más történjen. Ahol a harmónia és ritmika kiteljesül. Ez egy hatalmas játék, mint egy ilyen felszabadult repülés. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Vendégem Harcsa Veronika, énekes. Nos, hát elkezdődött a Jazzfest Budapest, túl vagyunk a Jazz Világnapján, és elindult a Szakcsi Rádió is, a közmédia online jazz rádiója. Ez tényleg csak néhány az elmúlt időszak eseményeiből. Hogy látod most, hogy áll a magyar jazz helyzete? Mennyire vált mainstreammé, és egyáltalán kell-e, hogy mainstreammé váljon? Azt nem mondanám, hogy mainstreammé vált. A jazz az vállaltan egy réteg műfaj, és szerintem ezzel semmi baj nincs. Ez a világon mindenhol így van. Ugyanakkor annak a közönségnek, aki rátalál a jazzre, és akinek ez lesz a kedvence, annak rendkívül sokat jelent. És szerintem az a fontos, hogy kellően felszínen legyen a jazz ahhoz, hogy megtalálja a saját közönségét. Az, hogy egyre népszerűbbé vált, még hogyha nem is vált még mainstream, az nem jár egyébként minőségcsökkenéssel, akár a művészeti oldalról, akár a közönség oldaláról, hogy látod? Semmiképpen nem. Ez annyit jelent, hogy több hallgató találja meg azokat a zenekarokat, akik tevékenykednek Magyarországon. Én úgy látom egyébként, hogy hullámok vannak abban, hogy a jazz mennyire népszerű, és most kétségtelenül van egy ilyen hullám. Több korosztályban lehet látni, hogy egyre többen járnak jazz koncertre, vagy hát reméljük, hogy a Szakcsi Rádiót is nagyon sokan fogják hallgatni. Emlékszem, hogy amikor az én pályám indult 2007-8 környékén, akkor is volt egy nagyon markáns hullám. Akkor nyitott meg egy időben több jazzklub Budapesten, ami hát a világ nagyvárosaiban sincs így. Ez nagyon nagy szó volt, és akkor is érzékelhető volt, hogy egyszerűen felkapottá válik, vagy ilyen jól hangzóvá válik az, hogy valaki jazzkoncertre megy. Szerintem most is pont egy ilyen hullámban vagyunk benne, és ez a szcénának nagyon-nagyon jót tesz. Bár rétegzenének mondtad, azért nekem van egy olyan hasonlatom, általában az Oliva Bogyóhoz hasonlítom a jazzt, mert hogy kamaszkorig az ember nem szívesen eszi, vagy talán még egy kicsit tovább, és egyszer megkóstolja, és utána abszolút rákap az ízére. Észrevehető ez valóban? Meg kell érni egy kicsit erre a műfajra? Valószínű a legtöbbeknek igen. Engem például kamaszként kapott el a jazz, pont a szabadsága és pont a különlegessége miatt, pont azért, mert valamilyen Oliva Bogyót kerestem magamnak. Illetve van, aki a szülei révén pici korától hallgat jazzt, és belenő ebbe, és természetes számára a jazznek a hangzása. Azért a legtöbb ember valószínű úgy van vele, hogy megérik arra, hogy be tudja fogadni ezeket a zenéket. És azt is hozzá kell tenni, hogy jazz és jazz között óriási különbség van, tehát
a műfaj definíciója sem tiszta, és hívunk jazznek olyan zenéket, amiket nagyon könnyű befogadni, és olyan zenéket is, amihez tényleg nem árt egy kis rutin. Ráadásul már azért a műfaj keveredés sem áll távol a jazztől, mert különböző műfajokat hallunk, hogy belekeveredik. Ez mennyire poposítja el a jazzt, vagy jót tesz neki a népszerűség miatt, mert hogy könnyebben befogadható lesz, vagy több mindenkit elér, vagy azért kicsit rontja ilyen szempontból a jazz tisztaságát? Nem rontja, a jazz egy ilyen műfaj, és egyáltalán nem csak a popzenével fúzionál, az egy irány valóban, és ez van akinek bejön, van akinek nem az ízlése szerint való, de a jazz ugyanúgy fúzionál a klasszikus kortárs zenékkel is. Volt olyan időszak néhány évtizeddel ezelőtt, amikor a rock zenével nagyon erősen fúzionált, de pont Magyarországon fantasztikus képviselői vannak a folk zenét, a magyar népzenét a jazzzel képviselő műfajnak. Szóval a jazznek inkább a rugalmassága az, ami nagyon evidens az első pillanattól fogva. És talán tényleg ez a szabadság, ahogy említetted, és Magyarországon azért a kommunizmus után volt egy nagyon fontos kitörési pont a jazz, ekkor kezdték el igazán intenzíven tanítani. Hogyan látod, hogy mennyire összeegyeztethető a magyar kultúrával a jazz? Egyáltalán össze kell-e egyeztetni a kettőt, és mondjuk a magyar dallamokban meg tud-e jelenni úgy igazán jól a jazz? Hát a jazz ma már mindenhol ott van. Hogyha meghallgattunk egy amerikai R&B dalt, abban is benne vannak olyan motívumok, olyan skála részletek, olyan hangok vagy hangzások, amik eredetileg a jazzből jöhettek, és így aztán nehéz megmondani, hogy milyen úton, módon, hogy a jazzből direktben, vagy az amerikai R&B-n keresztül, de ezek eljutnak a magyar popzenékbe is. Fordítva viszont, hogyha népzenéről beszélgetünk, a népzene csodálatos módon fúzionál a jazzzel Magyarországon. És talán ezek a műfaji keveredések kapaszkodók is lehetnek, mert hogy valóban azért az értelmezése, mint hogy ez egy improvizációs műfaj, mondjuk a komfortzónánkból való kilépést is követeli. Hol vannak azok a kapaszkodók, amin keresztül jobban meg tudjuk érteni a jazzt? Ez való igaz, hogy ez a személyes ízlésen múlik, és hogyha valaki például a népzenét nagyon szereti, akkor lehet, hogy olyan produkciók, ahol a népzene és a jazz fúzionál, azok kaput nyithatnak a jazz teljesebb egésze felé is. De van, akinek a popzene jelenti ezt, van, akinek az improvizáció önmagában, van, akinek a határok feszegetése, szóval nagyon sok mindent meg lehet találni jazzben. És hogyha a népszerűsítésről beszéltünk már, hogyan lehetne a közönséget egy kicsit tanítani? A közbeszédnek eddig nem volt igazán tárgya a jazz. Akit érdekelt, az megkereste a fórumait, de azt hiszem, hogy a köztudatban kevéssé van benne az, hogy Magyarországon mennyire gazdag a jazz széna, és hogy milyen sok zenész foglalkozik ezzel. Ezért nagyon fantasztikus eredmény az, hogy elindult most a Szakcsi Rádió. Reméljük, hogy nagy jövő áll előtte, nagyon-nagyon bízunk benne, hogy egyszer talán frekvenciát is kap, és ezek azok a lépések, amivel azokhoz is közel lehet hozni a jazzt, egy ilyen komplex, egy ilyen sokrétű műfajt, aki úgy egyébként a családja révén, vagy a saját oktatása révén nem találkozik ezzel. Az a fontos, hogy minél több fórum legyen, ahol a közönség, a leendő jazz közönség és a már a jazzbe beleszeretett közönség találkozhasson ezekkel az ezekre emlékkel. Nagyon jó felület most például a Jazz Fest Budapest, illetve a hasonló fesztiválok, jazz rendezvények. Mit gondolsz, hogy mennyire segítenek ahhoz, hogy Budapest, mint olyan, vagy akár Magyarország felkerüljön a nemzetközi jazz térképre? Nagyon, ez rendkívül fontos. Én magam is előadóként nagyon szeretek fesztiválokon fellépni, és az egyik nagy pozitívum a fesztiválon az pont az, hogy egy átlag klubkoncertre alapvetően az jön, aki nagyjából képben van a zenémmel, azt akarja meghallgatni, jegyet vált, esetleg elhívja a barátnőjét, és eljön. És ezzel szemben egy fesztiválon pedig rengetegen vannak, akik csak úgy lazán kapcsolódnak a műfajhoz, önmagában bevonz egy csomó mindenkit a fesztivál, mint olyan,
aki egyébként egy klubkoncertre nem menne el, és ezért ez mindig nagyon jó lehetőség arra, hogy új embereket találjunk meg. Ezzel szemben pedig a Szakcsi Rádió mi az, amire ez képes, hiszen valóban a jazz, már említettük, a szabadságról, az életérzésről szól, ezeket a jazz koncerteket tényleg, hogyha élőben át éli az ember, azért azt nehéz bármihez hasonlítani. Képes mégis ezt adni egy rádió formájában a Szakcsi Rádió? Mindenképpen, legalább bevezető formájában, mindenképpen. Azért az élőzene az utánozhatatlan, ezt mindannyian tudjuk, de mellette a felvételek is különlegességet képeznek. A Szakcsi Rádióban minden este több koncertközvetítés hangzik el a Magyar Rádiónak az archívumából, és egészen elképesztő ínyenségek vannak az archívumban. Én magam is megdöbbenek, mint csatornahang, amikor fel kell olvasnom, hogy milyen koncert következik éppen. És ez egy nagyon jó bevezető lehet arra, hogy utána valaki kedvet kapjon és élőben is meghallgasson egy jazz koncertet. Tehát tulajdonképpen olyan kincseket hallgathatunk újra, amiket már mondjuk nincsen lehetőségünk élőben meghallgatni. Szakcsi Lakatos Béla a rádiónak a névadója. Az ő személye mit képvisel ilyen szempontból? Egy megkerülhetetlen személyiség volt ő a magyar jazzben, és egy óriási úttörő is. És azon kevés magyar jazzzenészek egyike, akinek a neve külföldön is ismerősen cseng. Célja egyébként ennek a rádiónak az, hogy tényleg edukáljon, oktasson a jazzzel kapcsolatban, ahogy már említetted? Mindenképpen igen, igen, bár nem akarom, hogy ez ilyen nagyon szigorúan hangozzon. Nem kell leülni a rádió elé. Nem kell leülni a rádió elé. Teljesen rendben van, hogyha valaki főzéshez, takarításhoz berakja. Természetesen a zenehallgatásnak szintjei vannak, és elmélyültebb hallgatás, hogyha valaki fókuszál és semmi más nem csinál, de hogyha arról van szó, hogy tényleg a köztudatba bekerüljön, hogy van magyar jazz, és hogy az nagyon gazdag és nagyon értékes, akkor én azt mondom, hogy nyugodtan bárki bármilyen helyzetben, akár háttérként tegye be a Szakcsi Rádiót, és hát ha lesz egy-egy olyan dal, vagy dallam, vagy előadó, aki felkerti az érdeklődését. Hát, hogyha már ezt említetted, egy kicsit provokatív leszek, mert hogy háttérzene is, azt hiszem, hogy a jazzről sokszor ez is jut eszünkbe, meg egyébként már a rádiózásról is, hogy háttérzeneként hallgatjuk és beteszik. Mivel több ez, mint háttérzene? Hát igen, ehhez mondjuk oda kell figyelni, hogy felfedezzük, hogy mennyi apró részlet van. A jazz az egy tipikusan olyan műfaj, ami rendkívül részletgazdag. Sokaknak szerintem ezért is kell megérni arra, hogy élvezni tudják a jazzt, hiszen annyi mindenre lehet benne figyelni. Ugyanakkor a mai felgyorsult világunkhoz és a mai információ dömpinghez és a rengeteg ingerhez nagyon is passzol a jazz, ami mindig le tudja kötni a figyelmet, legalábbis, hogyha valaki úgy, mint én, rajong érte. Hogyan lehet rászoktatni a hallgatókat a jazz hallgatására? És nyilván van itt egy rádió, ami bármikor elérhető, de mondjuk a rádió struktúrájában hogyan próbáljátok meg úgy összerakni a műsorokat, hogy arra tényleg úgy rákattanjon az ember? Hát ugyan szerkesztő nem vagyok a rádióban, de nagyon-nagyon tetszik a szerkesztőknek a munkája, és látom, hogy a színességre törekszenek, hogy a jazzen belül, mivel pont azért, mert ez egy annyira széles műfaj, ne csak egy irány legyen képviselve, hanem ott legyen, ahogy már említettem, az a fajta jazz, ami akár népzenével fúzionál, aminek a popzenéhez köze van, ami az amerikai jazz gyökerekhez nyúl vissza. Ezek mind-mind beleférnek ebbe a nagy kosárba. Szerkesztő ugyan nem vagy, de a csatorna hangja az mindenképpen te vagy, úgyhogy veled ott lehet találkozni a hallgatóknak. Harcsa Veronika, köszönöm szépen a beszélgetést! A kortárs jazzről pedig térjünk át a posztmodern kortárs képzőművészetre. A művészet eszenciáját ígéri a Magyar Művészeti Akadémia programsorozata, de mit tud befogadni a kiállítás látogatója ebből az eszenciából? Ezzel folytatjuk. Itt vagyunk a Pesti Vigadó impozáns épületében, ami talán kevesen tudják, de a különböző rendezvények mellett izgalmas kiállításoknak is otthont ad. Most a 6. emeletre fogunk felmenni, ahol az Essencia Artis című kiállítás nem kevesebbet ígér, mint összművészeti élményt. Festészet, szobrászat, fotóművészet és formatervezés egy kiállító térben. Az Essencia Artis kiállítás egy olyan művészeti seregszemle része, melyben kortárs alkotók mutatkoznak be.
A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak a műveiről van szó. Milyen lehetőség ez az ösztöndíj program a résztvevők számára? Ezt az ösztöndíjat minden évben 100 művész kapja meg. Ez egy 3 éves program, és itt lehetőség nyílik arra, hogy a művész által választott témát 3 éven keresztül vizsgálja, kutassa, kísérletezzen vele, és minden számára fontos kérdésre választ találjon. Érkeztünk a saját munkádhoz, ami egy Möbius lámpa. Elmondanád, hogy mitől különleges ez az alkotás? Ez a lámpa tulajdonképpen egy fényinstallációs elemrendszernek a legkisebb kompozíciója. A fényinstallációról azt kell tudni, hogy nagy középületi terek aulájába szokott helyet kapni, és ennek a lámpának az a koncepciója, hogy számtalanféleképpen variálhatom a formáját is, és a fényét is. Amit itt látunk, ez a legkisebb kompozíció, amit ebből össze lehet rakni, de hosszirányba, kör alakba számtalanféleképpen tudom ezt variálni, mind formailag, mind fényben is. A Möbius formát azért választottam, mert ez egy szimbolikus forma, magába foglalja a végtelenséget, az újrakezdést, az örök körforgást, és mindezt fénnyel kiemelve egy izgalmas kutatási területnek gondoltam. Vendégem Gulyás Gábor, művészettörténész. Meg lehet találni egy ennyire szerteágazó kiállításon a lényeget, az eszenciát? Bármilyen remek művet láthat egy ember, hogyha éppen más izgatja, akkor valószínűleg nem fogja megtalálni a remek műben sem az eszenciát. De hogyha van az emberben nyitottság és egy hangoltság, az meg tudja találni ezt. De akkor rá is kérdezek, hogy számodra mi volt a lényeg, mi volt az üzenete a kiállításnak? Hát én inkább az egyes műveket élveztem, nem mint kiállítást. Szóval nekem különösen izgalmas volt, hogy valaki szín- és fényelméleti problémákat képes hiteles módon megjeleníteni műalkotásokban, mert ez a 70-es években még tipikus volt, amikor Keser Ilona vagy Maujár Dóra csinált ilyen műveket, manapság már sokkal ritkább, de hogy Mátray Erik művein ezt megnézhetjük, az tényleg élményszerű. Ugye az ösztöndíjasok 18 és 50 év közötti művészek munkáiról van szó, hát nyilván nekünk, számunkra azért magyar közönség számára ez nagyon jó látni, hogy milyen művészeket nevelünk ki, de mondjuk megállná ez a tárlat a helyét Bécsben vagy Londonban? Itt azért sok olyan művész szerepel, akinek a műveiből lehet jó kiállítást csinálni külföldön is. Nagyon jó lenne, hogyha erre sor kerülne. Kortárs művészetről beszélünk a művek nagy részében, vagy talán mondhatom, hogy többségében is. Hogyan állunk ma a kortárs művészethez? Mennyire célja a kortárs művészetnek az, hogy a befogadó ezt tudja értelmezni? Ér-e valamit anélkül a műtárgy, a művészet eredménye, hogyha nem tudjuk értelmezni? És ezt már csak azért is kérdezem, mert számomra, laikus látogató számára, kurátori vezetés nélkül volt egy-két mű, amin el kellett gondolkodnom azon, hogy mit is akart a szerző. A kortárs művészetnél ez egy nagyon aggasztó probléma. Sok a kortárs művész Magyarországon. Több mint 20 ezer embernek van valamilyen papírja arról, hogy kortárs képzőművésznek számít, és ennek a 20 ezer embernek van körülbelül 200 ezer befogadója. A kortárs művészeti kiállításoknak a látogatottsága Magyarországon rendkívül alacsony. De ennek nem kell feltétlenül így maradni. Én azt gondolom, hogy az senkinek nem lenne baj, hogyha a Budapesten is lennének olyan kortárs művészeti kiállítások, amelynek a kedvéért mondjuk legalább Bécsből elutaznának ide és megnéznék. Mert Budapestről azért sokan elutaznak Bécsbe megnézni egy kortárs művészeti kiállítást. Volt időszak, amikor ez fordítva is működött, de most mondjuk Kolozsvárra mennek el, Bécsből, Berlinből, Párizsból sokan kortárs művészeti tárlatot nézni, Budapestre sajnos nem. Ez most így alakul. Az Essentia Artis kiállításra visszatérve, mit tesz ez a kiállítás annak érdekében, hogy bevonza a közönséget? A kortárs műtárgyak értelmezéséhez nyújt-e kapaszkodókat a befogadónak, aki oda megy látogatni? Hát az alap kapaszkodó az, hogy a műalkotással való találkozás az lehetséges. Én az egyik legkomolyabb érdemnek a helyszínt látom. Ugye ez a hely, a Pesti Vigadó, ez a magyar kultúra történetnek tényleg túlzás nélkül kiemelkedő helyszíne. Kevesen tudják, hogy itt volt a Magyar Országgyűlés, amíg nem épült meg a parlament épülete.
ebben az épületben hozták létre Budapestet. Egy kiemelten fontos történelmi helyszín, és ezt most nagyon szépen felújították. Tehát büszkék lehetünk rá. És a kortárs művészetről beszéljünk még egy kicsit, hiszen ez most már olyannyira nehezen megemészthető ez a műfaj, hogy már a korszak elnevezésével is sokan küzdenek, posztmodern, posztmodern. Hogyan lehet egyáltalán értelmezni ma a kortárs művészetet, és mennyire mosódtak el a művészetnek a határai? Meg tudjuk-e még határozni, hogy mi az, ami művészet, és mi az, ami már nem? Én azt gondolom, hogy ezzel nincs gond. Hát a posztmodern az egy irányzatnak az elnevezése volt, de mondjuk már legalább egy évtizede nem használjuk ezt. Vannak újabb irányzatok, újabb és újabbak jönnek. A világ az folyamatosan változik. Na hát ez az, hogy állandóan új irányzatok jönnek. Tudjuk még ezt? Igen. De a kortárs művészet az az, ami velünk él, jelen lévő kortársak által létrehozott műalkotásokat tekintjük kortárs művészeti alkotásoknak, és ettől nagyon izgalmas, hogyha tényleg kortársainként éljük meg, és megszólít bennünket. Ez egyre nehezebb ebben a világban, amiben élünk, hogy eljusson hozzánk a kortárs képzőművészet. Ebben nagyon nagy szerepe van a kommunikációnak is, hogyha nem jut el az emberekhez a hír, és nem lesz motivációja egy embernek arra, hogy éppen erre a kiállításra menjen el abból a sok ezer tárlat közül, ami a rendelkezésére áll, akkor nem biztos, hogy el fog menni. Azért a kortárs művészet, most tényleg csak túlzással mondom azt, hogy ha a művész azt mondja egy koncertdobozra, hogy az neki nagyon sokat jelent, lehet-e az attól műtárgy? Van-e olyan, ezt a szubjektív realizmust, ezt szoktuk emlegetni mostanában, a művésznek a szemszögén át szűrve a tárgyak művészeti értéket kapnak? Ilyen szempontból hogy lehet befogadóként különbséget tenni a között, hogy mi az, ami tényleges művészeti értékkel bír, és mi az, ami hát a művésznek értékes, de mondjuk nem feltétlenül. Hát én nem a művész felől közelíteném meg, hogy a művész mit mond, az ebből a szempontból majdhogy nem mindegy, de van egy környezete a műalkotásnak, azt nevezzük kiállításnak. És ez nem egy új keletű történet. 100 évvel ezelőtt volt egy Marcel Duchamp nevű ember, aki kiállított egy múzeumi térben egy olyan tárgyat, amit WC-csészéként ismerünk. És amit ott mindenki műalkotásként értelmezett, és azóta is, és tömegek nézik meg, de ugyanezt, hogyha egy fürdőszobaboltban látjuk, akkor eszünkbe nem jut, hogy ez műalkotás lenne. De abban a kontextusban az műalkotásként értelmeződött és értelmeződik. Ezt teszi a kiállítás. A kiállítás az nem egyszerűen műalkotások összegyűjtése. Az én szememben az nem kiállítás, az csak egy gyűjtemény tulajdonképpen. Nagyon érdekes az is, hogy együtt látunk új műveket, de akkor lesz izgalmas, hogyha képes valami pluszt hozzáadni, mint a Duchamp esetében, ami hát megváltoztatta a befogadás kérdését is. A konceptualista művészet az nagyon nagy hatást ért el a világban, Magyarországon sokkal kevesebbet. Na, a műfaj keveredés sem áll már távol a kortárs művészetről, és ez látható az Essentia Artison is, ezen a kiállításon is, hogy mennyire nincsen már meg ez a tiszta festészet, tiszta fotoművészet, hanem nagyon sokszor keverednek ezek a műfajok a kortárs művészetben. Az Essentia Artison, látjuk esetleg azt, hogy ez segíti-e a befogadót, ez a fajta keveredés, vagy a befogadást, vagy az értelmezést, vagy inkább nehezíti? Attól, hogy klasszikus műfajban alkot egy művész, attól még remek műveket hozhat létre, és láttam kitűnő műveket klasszikus műfajban, amiket nekünk magyaroknak könnyebb befogadni, mert hogy így szocializálódtunk. Tehát egy táblaképet sokkal könnyebb értelmezni, mint egy konceptualista művet, mert ahhoz nagyon bele kell merülni, az egy másfajta szocializációt kíván. Értem itt ez alatt a 3D nyomtatással készült szobrászművészetet például, hogy azért már bejönnek ezek a technikák abba, ami egyébként egy régi műfaj, fosszíliákat állítottunk ki például. Egyébként számomra rendkívül érdekes volt, de azért el kellett olvasnom, hogy mi ez. Hát igen, nyilván az is egy új műfaj, ugye, hogy itt acélból készült szobrokat lehet látni, mert az acélt ilyen formában nem régóta használják a szobrászatban, de azért már jó néhány évtizede jelen van, de nagyon izgalmas műveket lehet látni ilyen új típusú anyaghasználat műfaján belül is. Mennyire van igény a kortárs művészetre? Nagyon nagy igény van, és nem hiszem, hogy a magyar látogatók azok kevésbé lennének igényesebbek
mint a németek, a franciák vagy az olaszok, és nem szeretnék lemondani arról, hogy ugyanakkora igény legyen Magyarországon is a kortárs művészetre, mint ezekben az országokban. Olyan kiállításokat érdemes csinálni, amelyekre kvázi tömegesen indulnak el az emberek, amik klasszikus kiállítások esetében vannak, a Szépművészeti Múzeum esetében, ott vannak olyan tárlatok, amelyeknek tömeges vonzereje van. Kortárs kiállítások esetében ez nem jellemző. Nyilván ott azért az intézmény neve is hozzásegít ehhez, de hát akkor a Pesti Vigadó is talán ebben lesz segítségünkre, illetve az Essentia Artis kiállításnak mindenképpen, ahol kortárs és kevésbé kortárs klasszikus művészeti tárgyakat is megtekinthetünk. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm én is! Önök a Kritika című műsorunkat látták, következő adásunkban szó lesz a rendszerváltoztatás utáni vonatjegy hamisítás bemutató Kék Pelikán című animációs dokumentumfilmről, és arról is, hogyan vált Budapest színházi világvárossá áprilisban a Madách Nemzetközi Színházi Találkozón. Műsorunk újra nézhető a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!